Rengeteg problémát jelentenek a felnémeti városrészben a vagyon elleni bűncselekmények, amelynek oka a főként fiatalok körében terjedő új designer drogok használata, hangzott el a Mi Hazánk mozgalom sajtótájékoztatóján. Dr. Pápai Ákos polgármester jelölt szerint nagyobb anyagi támogatásra, szigorú büntetésekre, több rendőrre és térfigyelő kamerára lenne szükség. A közterület felügyeletet pedig városőrséggé szervezné át. A párt választókerületi képviselő jelöltje a prevencióra helyezni a hangsúlyt, például felvilágosító előadásokkal, de elrettentő példaként börtönlátogatásokat is szervezni a fiatalok számára. Lininger István a kultúra és a sport népszerűsítésével hatna a fiatalokra. Számomra nagyon fontos lenne az is, hogy a helyi fiatalokat inkább a sport és a kultúra fele tereljük, ami számomra azt jelenti, hogy aki sportol, az egyrészt fizikálisan elfárad, másrészt megtanul fegyelmezetten, bizonyos szabályoknak megfelelően élni, ezáltal nem az utcán fog csavarogni, nem a drogokhoz fog nyúlni.